A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a kedves nézőket a fehérvári beszélgetésekben ma, és ezt nem valamiféle elfogultság mondatja velem. Fehérvár két legjobb amatőr színészével beszélgettek, amelynek a tényért többszörös díjak, jutalmak, oklevelek igazolják. Azért persze elfogult is vagyok, hiszen én is együtt szerepelek többek között velük, úgyhogy nagyon sok szeretettel és örömmel köszöntöm a stúdióba Cseh Katalint és Balogh Mihályt. Katát és Misit, bocsánat, hogy majd ha esetleg ilyen becézve szólítalak titeket, de hát ez a kapcsolat ezt talán lehetővé teszi. Elképesztően sok színű és rengeteg darabban bebizonyított tehetségetek alapján mondhatjuk azt, amit én az előbb mondtam, de most, hogyha csak a közelmúltra szorítkozunk, ugye nemrég ért véget a komlói amatőr színjátszó találkozó, amely az egész amatőr szénának az egyik legrangosabb szakmai versenye vagy megmérettetése. És hát ezen a fesztiválon egyébként a fehérvári amatőr színpadok ragyogóan szerepeltek, ugye a Szabad Színház, amelynek Kata és Misi a oszlopos tagja, a Mesteremberek darabbal ugye elnyerte a fesztivál fődíját, és a másik fehérvári produkció, amelyben szintén szerepelnek mai vendégeink, az Örökség csoport, az Örökség előadása lett a második. Mind a kettőben főszerepet visztek, megkaptátok a legjobb férfi, illetve női alakításért járó külön díjat, és ez már nem az első volt ebben a szezonban. Úgyhogy, hogyha ezt a minőségeteket nézzük, már pedig most elsősorban azért, mint amatőr színészekkel beszélgetünk veletek, mondhatjuk, hogy igen sikeres időszakon vagytok túl. Hát én is köszöntök mindenkit. Igen, ez egy jó időszak volt, de egyébként az Örökségben te is szerepelsz, csak ezt nem hagyjuk azért ki, és azért szerintem a tiéd együtt a bátyád, öcséd, sose öcsém, tudom. Öcsém, szóval együtt Ákossal azért az inkább főszerep szerintem. Szóval. De persze hát az Örökségben mi több karaktert játszunk, és igazából inkább kiszolgáljuk azt, hogy a történet menjen a saját medrében, mert azért a főszál az mégiscsak az orvos és a testvére közötti kapcsolatról szól, én legalábbis úgy gondolom. Hát azt gondolom, hogy ezek a szerepek, anélkül, hogy nagyon belemennék a részletekbe, elképesztő lehetőséget adnak, hogy ezt a bennetek rejlő sokoldalú tehetséget megmutassátok, nem csak azért, mert valóban mindig egy színészi bravúr, meg technikailag is nehéz, hogy 3-4 Kata esetében 5 különböző karaktert kell néhány mondatban, néhány jelenetben felvillantani, egészen különböző nőalakokat. Úgyhogy ez önmagában feltételezi, hogy a díj azt jelöli, hogy ezt nagyon magas színvonalon megoldottátok, ami pedig hát egy szakmai tudást feltételez, és itt az jut eszembe, hogy egyáltalán az, hogy amatőr színész, ez mondhatjuk-e, mert egy kicsit, mintha ilyen ellentmondás lenne benne, a színész mesterség az egy nagyon komoly dolog, és óriási szakmai tudást feltételez. Viszont a színjátszó meg egy kicsit talán dehonestáló, ha azt nézzük, hogy milyen volumenű darabok akár megvalósításukban, akár a próbaidőszakban befektetett energiát tekintve születnek. Úgyhogy gondolom azért bátran meritek magatokat úgy apostrofálni, hogy színészek. Hát én azért, én nem. Alapvetően az amatőr színész az nem azt jelenti, hogy a játéka amatőr vagy a szakmai hozzáértése, hanem inkább azt, hogy amatőr körülmények között dolgozik, nincs sminkes, kellékes, díszletes, hanem ugye mindent mi magunk készítünk, és ettől függetlenül a játék az lehet profi szintű. Hát ennyit tudtam elmondani. Hát az, hogy profi szintű, ez ugye azt is jelenti, mert valóban az amatőr jelző az a körülményekre vonatkozik, nem a minőségre, amit egy jó esetben egy amatőr színész ugye a színpadon megvalósít. Viszont maga ez az egész színész hivatás olyan elképesztően sok energiát, egész embert, élettapasztalatot, technikai tudást, rengeteg mindent feltételez, ami bár még nagyon fiatalok vagytok, bőven ott van mögöttetek, ezért is merem ezt mondani, meg persze tényleg ismerve test közelből is a munkátok minőségét, hogy valóban színészi munkát végeztek.
De mióta? Mert azért alapvetően tényleg amatőrök vagytok abban az értelemben, hogy nem ezzel keresitek a kenyereteket, civil pálya mellett végzitek, viszont hát nagyon komoly múlt áll mögöttetek. Kezdett te vagy én? Kezdtem én. Hát én 14 éves koromban kezdtem el egyébként egy Ribizli színpad nevű helyen ezt az egészet. A Vörösmarty Társaságnak volt ez egy ilyen kis ifjúsági kezdeményezése. A Kossuth udvarban volt, vagy hát szerintem még most is ott van, akkor még Árvus volt az újság neve, ott volt a szerkesztőségük, meg a székhelyük, és akkor ott a kiállító teremben tudtunk próbálni. Ott ismerkedtem meg egyébként a Szabad Színház két tagjával, Szabó Miklós Bencével és a Kovács Mátéval. Akkor voltam én 14 éves, a Bence 10, mert hogy a Szabad Színházban akkor még csak úgy kezdődtek ezek a gyerek előadás dolgok, illetve hát nem volt annyi gyerek előadás, hogy le tudják foglalni teljesen a Bence és a Máté kapacitását, és akkor ezért jártak ők a Szabad Színház mellett egyébként a Ribizli színpadba, ott találkoztam velük. És amikor az feloszlott, nem tudom, szerintem 16 éves lehettem én, amikor az feloszlott, akkor egy pár év kihagyás után a Máté megkeresett, hogy mi van velem, mi van velünk, többünket megkeresett, és nincs-e kedvünk csatlakozni. És akkor 2008 januárban mentem először Szabad Színházas próbára, de akkor nyilván az első pár próbán csak figyeltem, hogy úristen, mit csinálnak, meg hogy három éve nem is jártam színpad közelébe sem, de ugye akkor is csak ilyen gyerekszínpados voltam, szóval, és akkor emlékszem, hogy itt tök meg voltam illetődve, hogy őket azért láttam már más előadásokban, hogy most akkor, és akkor valamit mondta a Judit, hogy nincs itt valaki, és olvassam be, és emlékszem, hogy oda mentem, és olvastam, és akkor egész hazafelé azon gondolkoztam, hogy úristen, de rossz volt ez, mit csináltam ez a Jézusom. Aztán hát lassan így sikerült azért belerázódni ebbe az egészbe, meg hát igen, az a különbség, hogy aki ezt oktatásban sajátítja el, vagy egy rendszerben, ugye 5 év alatt fel tud magára szedni mindenféle olyan eszközt, ami szükséges ehhez az egészhez, olyan tudást. Hát nekem ugye az van, hogy hiába, hogy 14 évesen kezdtem el, azért én sokkal lassabban haladok ezekkel a dolgokkal, mert kőszínházi előadásokban is sikerült azóta szerepelni, nyilván kisebb szerepeket, ilyen egy-két mondatos Veszprémben is, meg természetesen itt a Vörösmarty Színházban, de hogy azért nekem ez sokkal lassabban megy, mert én most tanulok meg olyan dolgokat, amiket egyébként nyilván 20 évesen kellett volna. Nem minden, mert van, amire már nyilván az ember ráérez ösztönösen, de hogy még mindig van olyan, hogy hát ezt eddig miért nem így csináltam, meg hogy ez meg hasznosítható dolog, tehát hogy azért oké, 14 évesen elkezdtem, de azért nem ugyanaz, mint hogyha... És akkor most itt vagyok a Szabad Színháznál, illetve néha kölcsön kérnek máshova is. Igen, beszélünk erről majd, igen, hogy hogyan alakul ki ez az emberben. Kata, te sokkal később kezdted, mint Pisi? Ténylegesen a csapathoz, amikor csoporthoz csatlakoztam, az 20 éves koromban történt, de már korábban is volt ilyen vágyam, szerettem volna megpróbálni a színművészetire jelentkezni, a szüleim nem igazán támogatták, úgyhogy én meg ilyen szófogadó gyerek lévén inkább abba az iskolába mentem, amit ők választottak nekem, de aztán nem hagyott nyugodni ez a dolog, és akkor 2006-ban Veszprémben az Alix Színpad feladott egy hirdetést, hogy lehet hozzájuk csatlakozni, egy amatőr társulat voltak, és akkor 10 éven keresztül náluk gyakoroltam a színpadi jelenlétet vásári komédiás gazdasszony szerepekben főleg, viszont sok lehetőségem volt figyelni a többieket, más csapatokat, mivel az Alix Színpad szervezte 25 éven keresztül az Aranydeszka Fesztivált, ugye felváltva egyik évben Veszprémben, másik évben pedig Ajkán, és így szervezőként nagyon sok csoportot, nagyon sok jó csoportot, minőségi előadást láthattam, nagyon sok jó játékot, és abból is rengeteget lehet tanulni, hogy az ember ott ül és figyeli a többieket. Aztán vártam ugye a nagy lehetőségemre, amit sajnos nem kaptam meg az Alix színpadban, viszont ide kerültem Székesfehérvárra, és akkor
Hát eljártam, egy évig jártam a próbákra, amikor a Judit azt hitte, hogy csak kísérem az akkori páromat. És aztán egy év után beszélgettünk, és mondtam, hogy ja, hát én azért járok ide, mert arra várok, hogy esetleg talán kapok én is lehetőséget. Ja, azt mondja, hát akkor rendezzük meg a káoszt. És akkor így kaptam az első, úgymond főszerepemet, ugye harmad magammal, mert ott hárman vagyunk főszereplők a darabban. Aztán innentől elindult a lavina, és akkor engem is ugye kölcsön kérnek. Ugye, csak a rendkedvéért, ha valaki esetleg nem tudna, hogy Nagy Juditról említette mind a két vendégünk, hogy a Szabad Színház művészeti vezetőjeként megadta lehetőséget. Azért ez a kezdetek nyilván tényleg dátumra el lehet mondani, hogy na, ekkor voltam először színpadon, vagy ekkor mentem először próbára, de mindenki tudja, hogy aki színészettel foglalkozik, vagy aki erre vágyik, annak ez sokkal régebbi indítatás. A személyes története megvan mindenkinek, akár óvodáskorban elmondott versektől kezdve a családi összejöveteleken előadott fellépésekig. Szóval valamikor azért gondolom, menetek is így gyerekkorban tudatosult már, hogy ez a fajta jó értelemben magamutogatási hajlam, ez azért megvan. Persze, hát ez benne volt az emberben. Illetve nem a magam, mert én egyébként nem igazán szeretem azt, hogy ott vagyok egy társaságban, és akkor nekem kell ott beszélni. Én ezt nem szeretem. Vagy hogyha céges továbbképzésre megyek, és az elején mindenki álljon fel, és mutatkozzon be. Azt én nem szeretem. Ott néznek, meg nem tudom. Tehát, mert azért a színpad az más. Ott biztonságban, vagy van egy szöveged, ott vannak a többiek, akik mindig ugyanazt, jó esetben mindig ugyanazt fogják csinálni, amit kell, egy védett világban vagy. Az teljesen más, hogy ott kiállsz, akkor mit tudom én, 100 ember, 300 ember elé, vagy amikor kiállsz, és saját magadnak kéne mondani dolgokat, amit ott kéne kitalálnod. Most is egyébként ebbe a fura stresszbe vagyok, biztos látszik egyébként. És hát egyébként ez nagyon sok művészre jellemző, egyáltalán nem ellentmondásos, tényleg akár előadó művészekre, hogy valóban a civil lényüktől távol áll ez a fajta központi szerep. De az, hogy kiálljál szerepelni, hogy valamilyen módon így megmutasd magad, az mégiscsak egy belső késztetés. Nyilván, hogyha nem a civilek előtt, akkor a színpadon, a reflektorfényben. Persze, hát ez megvolt, meg igazából már alsós korunkban volt egy akkori közelebbi baráti társaság, ott az iskolán belül. Mindig filmeket játszottunk el, olyan rendszerű iskolába jártam, hogy délelőtt volt 4 óránk, és aztán még este, vagy hát délután 4-ig volt még 2, és akkor volt egy 2 órás szünet. És akkor ott mindig fejből, mi a gyerek vagy azért olyan, hogy beszív mindent, szinte szó szerint lejátszottunk filmeket, mindenki több karaktert játszott, vagy éppen itt, és ezt csináltuk. És akkor 8-ban volt ez a barátom, az egyik barátom mondta, hogy lett ez a színjátszó csoport, ez a Rivizli, és hogy nem megyünk el, de igazából ő akart jobban elmenni, aztán mondom, mégis elmehetünk, és akkor így nekem így indult. Szóval, hogy valahogy persze voltak olyanok, hogy én majd színész akarok lenni, mondtam ilyen kis gyerekként, és a nagynéném mondta, hogy de hát ahhoz tanulni is kell ám. A hittantanárom mondta, hogy ne legyél színész, mert a színészek azok mindig hazudnak meg. Nem is csak a rossz színész hazudik, de mindegy. Na mindegy, érdekes volt az egész. Aztán így feladtam meg, akkor volt egy időszak, hogy akkor orvos akarok lenni, de rájöttem, hogy mégsem akarok. Ahhoz is tanulni kell, igen. Nem a tanulás miatt, csak nem tudom, voltak persze egy gyerekkori csapongások. Aztán valahogy ez az amatőr meg független színházakhoz való csapódás vagy csatlakozás, ez meg úgy kielégítette olyan szinten ezt a vágyat, hogy egyébként mellette meg akkor maradt egy ilyen polgári szakmám, vagy hogy mondják. És Kata, benned meg volt a kislánykorodban ez a kiállok a család elé, fölveszem a szép ruhát, és akkor mondok valami hangosat, hogy rám figyeljenek? Igen, én folyamatosan szerettem a középpontban lenni, mindig felhívtam a figyelmet magamra, ha nem tudtam, akkor valami bajt csináltam. Úgyhogy igen, ebből a szempontból szöges ellentéte vagyok a Misinek, én egy társaságnak is szeretek a középpontjában lenni, illetve ugye a polgári foglalkozásomban is egy szövetkezetnek az alelnökeként működök, tehát ott is központi irányító, úgymond irányító szerepben.
vagyok, viszont a Misi így a társaságban nem nagyon szeret központban lenni, viszont otthon igen. otthon rengeteget játszik, mókázik, sokszor bújik más szerepbe pár percre csak, vagy pár másodpercre, és ez egy kiszínezi a napjainkat. Igen, ezt a bulvár információt még a későbbiekre tartogattam. Ha valaki nem tudna, kedves nézők közül, ugye, hogy Kata és Misi egy párt alkotnak a magánéletben is, mint a színpadon egyébként nem is kevésszer már mostanában. Mondta Kata, hogy őt nagyon engedelmes kislányként könnyű volt lebeszélni a színművészeti főiskoláról, vagy immár egyetemről. Te soha nem kacérkodtál a gondolattal akár az első sikerek után, hogy jó lenne hivatalos útra terelni? Na, hát egyszer elmentem Kaposvárra, de már ott még mikor vártam kint, akkor éreztem, hogy nem éreztem azt, hogy oda tartozom. Nem tudom, mindenki teljesen határozott volt, tudta, mit akar. Én nem voltam ilyen, és úgy éreztem, hogy ez nem is sikerült egyébként a felvételi, mert szerintem látták rajtam, hogy tiszta görcsbe vagyok, meg azt se tudom, hogy mi van. Úgyhogy aztán azóta nem. Meg hát most már ugye így 36 évesen már így kicsit is öregettem. Akkor te is elmondhatod magadról, mint oly sokkal elfenvedtek fel a színművészetére. Bocsánat, a színművészetére nem jelentkeztem. Igen. Van ez a klasszikus mondás, hogy mindig mondják, nem annyira ügyes ember, hogy attól, hogy nem vettek fel a színművészetére, még lehetek tehetségtelen. Mert hogy ezt szokták úgy előadni, hogy az önmagában, mintha valamire garancia lenne. Mikor kaptátok az első olyan visszajelzéseket, akár a belső saját értékítéletetektől, akár külső visszajelzéseket, hogy tényleg ezt érdemes csinálni, és hogy jó, amit csináltok? Hát én szerintem 12-ben, vagy 11-ben volt a Béla király, Szabó Magda Béla király, és akkor éreztem azt, hogy úgy hatott az emberekre, most nem tudom, hogy az előadás, vagy én, de hogy magamtól mikor kaptam, én nem tudom ezt még, tehát hogy nem tudom, először is nem tudok mit kezdeni a dicséretekkel, másodszor meg egy csomószor így nem hiszem el, de tudod, úgy van vele az ember, hogy jó, hát most azt mondta, de én meg ezt a hibát látom, azt a hibát látom, tehát nekem ez még mindig egy ilyen nehéz dolog, hogy miért csinálom, az meg nagyon érdekes, mert olyan konkrét választ nem tudok rámondani, ez inkább olyan, mint egy függőség, vagy nem tudom, mert minden évben elhatározom, hogy jó, most nem leszek benne annyi előadásban, meg nem három csoportban, meg nem szakadok 8 felé, és akkor most megint úgy vagyok vele, hogy minden héten van 2-3 előadásom valahol. Az a szerencsé, hogy kint pont beszélgettünk olyan kollégáról, akiről mondtátok, hogy hát hétvégén azért problémás, mert a család azért jelentősen igényt tartana a jelenlétére. Nálatok legalább a családban marad a dolog, meg tudjátok beszélni, hogy most akkor szerintem mi is. Szerintem ezt a gyerekektől kis kéne meg. Igen, hogy viszonyulnak. Kata, neked hogy sikerült meggyőzni saját magadat, hogy ez jó lesz és jól megy? Hát külső visszacsatolást először gyerekkoromban kaptam a nagyszüleimtől, az apai nagyszüleim mondták azt, hogy hát micsoda nagy színésznő ez a gyerek, ebből még színésznő lesz, vagy elhangzottak ilyesmik. Aztán középiskolába, ott még színjátszókör volt, ott a vezető mondta, hogy igazán tehetségesnek ígérkezek, vagy az vagyok, érdemes lenne megpróbálni ezt a pályát. De az első olyan igazi elismerés, amikor azt mondtam, hogy na, akkor tényleg lehet abban valami, amit mondtak, hogy le tudom kötni a nézők figyelmét hasznosan, vagy érdekesen, az 2018-ban volt, amikor itt Székesfehérváron a Pál István Fesztiválon megkaptuk a harmad magammal a Matolcsi Miklós díjat, és az volt az első ilyen igazi elismerés, és most így ebben az évben ez így kiteljesedett számomra, most már roppant mód elégedett vagyok, és kipipáltam a bakancslistám, jó, megcsináltam, mehetünk tovább. Hát fantasztikus év van egyébként ilyen értelemben is mögöttetek. Most a Pál István Fesztivál jut eszembe, hogy ugye egy éve mutattuk be az örökséget ott azon a fesztiválon, ott ugyanígy megkaptál egy női alakításért járó külön díjat, ahogy az előadást is ugye nagyon magasan értékelték. Most itt van a legutóbbi, már a tavasszal vagy nyár elején ugye Vasváron szintén színészi elismeréseket kaptatok.
az ottani fesztiválért, most Komlón Dettó együtt, ahogy ugye érdekes is, hogy egy házaspárt játszotok a Mesteremberekben, tehát nyilván ezt a fajta együttjátszást is értékelték. Azért nem mondjuk azt, hogy ezek nem fontosak, nem is, tudom, tényleg egy tépelődő alkat vagy, aki keresse magadban a mindig a lehető persze, legjobbat. Nem, persze fontos, meg hálás vagyok ezekért az elismerésekért, meg nem kicsinylem, de hogy hát kaptam, csak hogy közben meg persze nehéz. Néha úgy elhiszem, hogy na, akkor ez jó volt, csak aztán találkozom valakivel, aki sokkal jobb, vagy mondjuk egy előadásban játszom valakivel, aki összehasonlítatlanul jobb, és akkor rájövök, hogy ja, hát én a fiú vagyok, aki hozza a kávét, és ezért, hogy... Nem vagyok benne biztos, hogy nem túl alábecsülőd-e a képességeidet, bár nyilván ez egy érdekes tapasztalat, neked most ebben is van részed, hogy ugye a Julius Caesarban résztvéve egy igazán, majd hogy mondhatom, hogy giga nagy színpadi produkcióban is szerepelsz, valóban hivatásos színészek között. Ez milyen élmény? Hát én ez alatt a próba folyamat alatt nagyon sokat tanultam. Ugye fizikai színház része is van ennek az előadásnak, ami nekem például, mivel hogy nem jártam ilyen jellegű iskolában, nekem teljesen kimaradt eddig, és itt most belekóstolhattam ebbe az egészben, mert lett egy, szerintem a végén van egy 20 perces háború jelenet, ugye, amit Krisztik Csaba koreografált, és azért azt úgy gondolom, hogy az egy olyan szintű valami lett, amivel nekem még soha nem volt részem. Nyilván egyébként, hogyha a Krisztik Csaba a saját társulatába csinálna, akkor sokkal nagyobb trúvájokat tudna az egész jelenet produkálni, de azért például nagyon hálás voltam én személy szerint, hogy nem kezelt minket úgy, hogy jaj, hát ő nem járt színműre, ő meg a testalkata milyen, ő meg kicsit idősebb, ő meg mit tudom én milyen, hanem próbált ebből az egész csapatból kihozni azt a látványt, ami az ő fejében benne volt, és megtalálta azt, amitől lett szerintem, bár én kívülről ugye nem láttam ezt, erről talán nézőként te tudnál nyilatkozni. És hogy ott például én nagyon sokat tanultam, és ezek az élmények, de hát nyilván azért nagyon nagy színészek szerepelnek abban az előadásban, de akár mondhatnám, 18-ban a Kurázsi mamában szerepeltem Veszprémben, Böcsök Enikő játszott a Kurázsi mamát, úgyhogy Szombati Gyula is benne volt abban az előadásban. Szóval nagyon jó, hogy be tudom pótolni azokat a dolgokat valamilyen szinten, amik nekem kimaradtak, ahogy nézem őket. És azért az úgy helyre teszi az embert, hogy oké, lehet, hogy Komlón vagy valaki, de azért itt bizonyítani kell újra, ha egyáltalán tudsz. Ez nyilván így van. Nagyon nehéz kérdés, és én azt gondolom, hogy tényleg, hogy az amatőr színészek hogyan határozzák meg magukat a profikhoz képest. Még az is lehet, hogy sokszor mi amatőrök, vagy ti amatőrök, mert én azért kevésbé vagyok benne, sokkal többet tesztek bele egyébként egy-egy alakításba, mint azok, akiknek van 8 másik szerepük, és gyakorlatilag naptár szerint élnek. De most akkor beszéljünk arról, hogy együtt milyen a színpadon. Most ugye említettem ezt a két darabot, amiért sokszorosan díjaztak titeket. Az egyikben kifejezetten egy házaspárt játszotok, a másikban az Örökségben is nagyon sokféle viszony van köztetek. Ott is van partneri is, kollégái is, nagyon sokszor vagytok együtt a színpadon. Milyen misivel együtt játszani? Könnyű? Játszani nagyon jó, próbálni nehéz. Sajnálom. Hát ez így normális. Amíg kidolgozod, amíg nem érzed teljesen pontosan, hogy mit is szeretnél, amíg a szövegbiztonság nincsen meg, addig így néha egy elgurul a gyógyszer, és akkor és egyetlen nem lehet akkor hozzá kapcsolódni, és akkor én kicsit olyan parkolópályára érzem. De van, amikor ezt a darab szinte meg is kívánja, ugye a Mesteremberekben egy eleve felajzott idegállapotban lévő művész ember játszik, mintha most látnám, egy kicsit hasonlít a civil karakteréhez, aki ráadásul tényleg egy ember próbáló környezetbe kerül ezzel a ház átalakítással. És hát házaspárként gondolom azért ezt megbeszéltétek, vagy alakult próbák során, hogy akkor itt
hogyan tud az egymás közötti viszonyotok a színpadon is megjelenni, hiszen itt sokszor neked kell nyugtatni Misit ebben a szerepben. Vagy fordítva, még jobban felidegesíteni. Az volt az érdekes ebben, hogy magunk is átéltük a lakásfelújítás borzalmait nem olyan régen, és akkor pont fordítva volt, én voltam az, aki teljesen ki voltam készülve idegileg, és ő volt az, aki nyugtatott. De most megértettem. És ez így pont megfordult ebben az előadásban. Egyébként szerintem nem az én karakterem se sokkal nyugodtabb, hanem határozottabban tudja, hogy mit szeretne. Valójában ő szeretné ezt az egész lakásfelújítást, és a Manfrednak ez egyáltalán nem fontos, hogy pupa hátán, és különben is minek, és egy csomó pénzbe kerül, és de valószínű, hogy ettől ideges. Viszont játszani nagyon-nagyon jó együtt. Igen, azt akartam mondani, hogy nagyon jól reagáltok egymásra, és nem tudom ebből mennyi a civil, meg amit be tudtok emelni ugye a saját életetekből, végül is a színészetnek ez is egy fontos eleme. Hát egyszer volt olyan, hogy otthon összemondtuk, még premier előtt úgy éreztük, hogy nem biztosak ezek, azt a saját részeinket összemondtuk. Ott volt egy barátunk is pont, lementünk a tópartra, meg közel lakunk a tóparthoz, bármint itt a palotavárosi talakhoz lementünk, akkor ott, mit tudom én, a gyerekek, meg a baráti társaság ugye el voltak, és mi meg összemondtuk, és akkor egyszer csak odaszólt, hogy ez a barátunk, hogy hát amúgy igazából otthon is ugyanezt csinálják. Nem is játszátok. Igen, még az jutott eszembe, melyik nézvén a mesterembereket, tényleg mindenkit csak biztatni tudok, hogy nézze meg, ha még nem tette, mert egy nagyon látványos és nagyon szórakoztató előadás, hogy ez a kissé túlfeszített idegzetű művészember, ez mintha rád szabták volna ezt a szerepet. Talán azért itt szélsőségesebb, mint a valóságban, nem? Hát azért szerintem nem vagyok ilyen szinten neurotikus, mint az a karakter. Inkább a körülmények hozzák ki belőle az idegbajt. Mennyi közös szerepetek volt egyébként? Mert most ez a kettő, ez tényleg nagyon együtt vagytok gyakorlatilag végig a színpadon, ez korábban is jellemző volt? Hát a káoszban találkozunk a bíróság jelenetben, ott néha én őt nem, a szerep szerint nem kedvelem, mert hogy a feleségem barátnői közé tartozik, és akkor biztos, hogy adják alá a lovat, és akkor néha így ránézek a néma játékba, hogy és akkor ő meg visszanéz, hogy gyűlöljük egymást. Ez volt az összes közös szerepünk ezelőtt. És milyen az otthoni élet? Ott mennyit kell, mennyire tudtok elszakadni adott esetben a színháztól, meg a színházas témáktól egyáltalán, hiszen mind a kettőn azért alapvetően ilyen beállítottságú és érdeklődésű emberek vagytok. Hát néha beszélgetünk ilyesmiről, de amúgy alapvetően szerintem nem e körül, mert hogy annyi időt töltünk az igézőben, meg itt-ott, tényleg nagyon sokszor 9-kor, 10-kor érünk haza minden nap, és akkor már valahogy nem, akkor már inkább a gyerekekkel foglalkozunk még egy kicsit, hogy azért ők is kapjanak belőlünk. De szerencsére egyébként nem mindig van az, hogy mind a ketten valamit csinálunk, úgyhogy így felváltva azért otthon vagyunk, de hogy ilyen, hogy mindannyian, akkor meg inkább másról beszélgetünk. Inkább akkor a gyerekekkel foglalkozunk, a gyerekekkel beszélgetünk, hogyha pedig van olyan hétvége, amikor sehova nem kell menni, se előadás, se próba, akkor jó nagyot alszunk, az nagyjából egy fél nap. Utána pedig elmegyünk esetleg egy moziba, vagy beülünk valahova enni, vagy csak fekszünk a tévé előtt, és nézünk egy sorozatot. Nagyon szeretjük az angol sorozatokat. Viszont egyébként ugye eljárunk egy csomó fesztiválra, akkor is, hogyha adott esetben nem játszunk azon a fesztiválon. Úgyhogy ott azért az amatőr meg független színházi csapatokat nézzük. És akkor persze az a 4 nap az arról szól, hogy akkor arról is beszélgetünk. Ez alapvetően egyébként valószínűleg tényleg megkülönbözteti az amatőröket a profiktól, hogy mondjuk profi színész kivéve, ha megvan hiba a zsűriben, nem nagyon látok ilyen fesztiválokon, de hát ők már nem nézik meg nyilván a pornépet. Azt akartam még kérdezni. Nem így van szerintem, hogy pornép, meg szerintem egymást nincs nagyon idejük egyébként megnézni, mert azért nagyon feszített munkatempók vannak
Ez 6 heted van összerakni. Világos, nem is dehonesztálólag mondtam, tényleg emiatt, hogy nagyon elfoglaltak. Két kislányban mennyire fedezett fel az anyai géneket, Kata? Lesz utánpótlás a családon belül, vagy őket egyáltalán nem érdekli a színjátszás? Nagyon nagy színésznő mind a kettő. A kisebbik, ő szereti a színpadot. Még sokat kell tanulnia, de egyébként ügyes és ígéretes. Egyébként a Prikulics csoportban. Igen, a Szabad Színház utánpótlás csoportjában vannak, a kisebbik a kicsiknél, a nagyobbik pedig a nagyoknál. Van. Azért mondom, mert hogy nem, nincs közöttük, másfél év a korkülönbség közöttük, viszont a intelligenciájuk azt, abban viszont van egy nagyobb szakadék, egy kicsit a nagyobbik koravén, hogyha szabad így mondani, és ezért ő már inkább a középiskolás korosztályhoz tartozik, annak ellenére, hogy még csak hetedik osztályos, és jobban is érzi magát abban a közegben. Ő annyira nem kedveli a színpadot, magát azt, hogy játszik a színpadon kelleni, az borzasztóan egy stresszt okoz számára, viszont a csoportot, ahova jár, a társaságot, azt nagyon szereti. És a színészi vénáját az életben kamatoztatja. Mesterien játszik. Igazi nő lesz akkor. Hát remélem, hogy fogunk még úgy beszélgetni majd, hogy esetleg arról, hogy a család együtt volt a színpadon, vagy legalább egy része, nem tudom, hogy ti álmodtok-e ilyenről. Nagyon sok mindenről lehetne még, sajnos az adásidő az most ennek gátot szab, de majd, ha legközelebb jöttök, akkor beszélünk például a filmekről is, hiszen Misinek azért ott is van most már jelentős rutinja és tapasztalata, meg hát a közeljövő terveiről és elképzeléseiről. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek, és nagyon-nagyon sok szeretetet gratulálok ezekhez a sikerekhez, amiket most elértetek úgy a csapataitokkal, mint egyénileg. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, és a kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet. Nagyon sok szeretettel ajánlom egyébként az Igézőben látható előadásokat mindenkinek a figyelmébe, a Szabad Színház és egyéb társulatok esetében is, mert Fehérvárnak egészen kimagasló az amatőr színpadi élete. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.